Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai vlogunkban egy egyszerű, mégis nagyszerű, olaszos pizzát fogunk elkészíteni. Méghozzá egy igazi profi szintjén. És akkor gyere, Luigi, forgassunk! Kante! Kezdjük is a profi munkálatokat. Ó, a manóba. Kisebb manőrök beleférnek. Na, nézzük is a receptet. Fogjunk egy tálat, mivel belerakjuk a hozzávalókat. Ez sokkal jobb lesz. Tegyük bele a fél kiló lisztet. Ó, oh, ez kicsit több lett. De mint mondtam, a kisebb a kifelefélnek. A végeredménye fontos. Jöhet is a só. Egy tankönyv só. Hát, hozok egy tankönyvet. Na, ezzel meg is vagyunk. Jöhet is a 3,25 deciliter langyos víz. Na, ha ilyen jön a csapból, ezt előbb ki kell engedni, hogy utána tiszta víz jöjjön. Na, most már jöhet is a tiszta víz. Na, ha ezzel megvagyunk, a szobahőmérsékletű vízre belemorsoljuk az élesztőt. Hups, ez egy liter lett. Na mindegy, kisebb malőrök beleférnek. Így mondtam, a végeredmény a fontos. Most morsoljuk bele a 2 gram élesztőt, és hagyjuk állni, míg felfut. Csak pár percet vesz igénybe. Ha eltelt a pár perc, az élesztőnk már el is kezd futni. Na gyere csak vissza! Ha elkaptuk a futó élesztőt, hozzáöntjük a többihez. Majd, ha ezt beleöntöttük, megszórjuk bőségesen oregánóval, hiszen az oregánó minden olasz étel adja. Ó, oh. Hát, mondtam, kisebb akik beleférnek. A végeredménye fontos. Majd, ha ezzel megvagyunk, meglocsoljuk egy kis olívaolajjal, és kezdhetjük is a dagasztást. Természetesen csak is kézzel, ugyanis az igazi olasz pizzakészítő mesterek is csak így csinálják, akiktől én is itt tanultam. Most, hogy megvagyunk a dagasztással, letakarjuk a tésztát, és elrakjuk pihenni 30 percre. Már el is telt a fél óra. És akkor most jött a nyújtófa, és a nyújtódeszka. Most pedig jó alaposan meglisztezzük a nyújtódeszkát. Most pedig kiszedjük a tésztát, és ketté vágjuk. És visszatesszük az edénybe pihenni. A másikat pedig, mivel most egy pizza elég lesz, elrakjuk a fagyasztóba, jó lesz későbbre. Míg a tésztán pihen, mi elkészítjük a szószt és a feltéteket. A szószhoz sűrített paradicsomot fogunk használni, de tetszés szerint mást is lehet. Oh!
Adjunk hozzá majonéz és ketchupot. És tetszett szerint bármi más. Viszont az oregano természetesen kimaradhatatlan. Mio Dio! Hogy láttad, inkább megszabadul a... Ezután, miután ezzel megvagyunk, felszelteljük a hozzávalókat. Most, hogy ezzel megvagyunk, előveszük a kipihent tésztánkat. Ó, de kipihented magad, még a ráncaid is eltűntek. És nyújtófával elkezdjük szép kerekre nyújtani. Ha ezzel megvagyunk, ráhelyezzük a pizzasütő formára. Szépen elegyengetjük, majd rárakjuk a pizzaszószt, rászorjuk a feltéteket, majd megszórjuk lehetőség szerint többféle sajtra. Majd köszi szerint szórakozik a nagy feltéteket. És ezután mehet a 200 fokon előmelegített sütőbe. Ó, ezt is vághatom ki! És akkor mehet a pizza az előmelegített sütőbe. Ellenőrizzük a hőfokot. Ó, hogy még ez is! Kapcsoljátok már vissza az áramot! Na, nézzük meg a pizzánkat! És akkor most, hogy elmentek a tűzoltók, nézzük meg, milyen lett a pizzánk. Mint ahogy mondtam, a végeredménye fontos. Oh. És mit mondtam? A végeredménye a lényeg. A többi nem számít. Nézzük! Itt a kész pizzánk. Nézzék, milyen friss, ropogós széle. Íme. És amint mondtam már egy párszor, a végeredmény a lényeg. Hiába voltak kisebb sérülések, kisebb vakik, a konyha leégett, de végül is van egy pizzánk. Jó étvágyat hozzá! Jövő héten ugyanígy találkozunk, ahol egy igazi, magyaros, pirítós kenyeret fogunk elkészíteni, ugyanilyen mesteri módon. Addig is, a viszontlátásra!